A régi időkben Szent András ünnepétől torkos csütörtökig tartottak disznóvágást. Ezeken a családtagjain kívül némely rokon is részt vett. Az egyes munkafázisokra mindig megvoltak a megfelelő személyek. A gyerekek a disznó lemosásánál és dörzsölésénél, a hús darálásánál és a kolbásztöltésnél segítettek, na és persze a fánkok előkóstolói is mindig a fiatalok voltak. Február utolsó hétvégén Szederkényben a település apraja nagyja aktív résztvevője volt a sváb disznótornak. Most jelenleg éppen dörzsöljük a disznónak a szőrét, meg a bőrét már, és utána visszük felvágni, és akkor odaadjuk a csapatoknak. A fánksütés az asszonyok, lányok feladata. Az előkészületeket bent a konyhán végzik. A sütés hagyományos módon kint történik. Itt ugye nagyon kell vigyázni, hogy ne fázzon meg a tészta, és ugye az első, amikor beletesszük, akkor le kell fedni, és hogyha megfordítjuk, ugye attól lesz szalagos, hogy a másik felét már lefedés nélkül sütjük. Ezt tanultuk legalábbis a nagymamáktól. A cél az volt, hogy a településen élő fiatalok is megismerjék a sváb hagyományokat. A jótékonysági sütivásáron befolyt összeget a helyi iskola javára ajánlotta fel a szervező Szederkényi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szederkényben azért a lakosok egy nagy része sváb, és ugye én azoktól láttam ezt a hagyományt, úgyhogy megpróbáljuk úgy csinálni, ahogy annak idején a svábok csinálták. A fánk az, ami kifejezetten ugye a sváb disznótornak a jellegzetessége. Nyilván paprikás kolbászt csinálunk, és mindent úgy, ahogy a svábok is csinálták már az utóbbi időben, de próbáljuk tartani a hagyományokat. A kolbásztöltő versenyre 6 csapat nevezett. Mi is indítottunk egy csapatot, úgyhogy a kolbásztöltésből szeretném mindenképpen kivenni a részemet, illetve itt a feldolgozásban, illetve a disznóöléskor is már itt voltam, és igyekeztem segítkezni a fiúknak. Azok a gyerekek, akiknek nem keltette fel érdeklődését a kolbásztöltő verseny, bent farsangi állarcokat és kiegészítőket készíthettek.